Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Szeretettel üdvözlöm Önöket a nyár kellős közepén. Örülök, ha velem tartanak, akár kirándulnak, akár pihennek, és tanuljunk együtt tovább erről a fontos kérdésről, hogy milyen különleges áldásai lehetnek a nyárnak a mi szervezetünkre. Hiszem, hogy vannak, ha kihasználjuk őket. Vártuk a nyarat, nem gondoltuk, hogy ilyen hol hideg, hol meleg lesz, de azért is várja minden család a nyarat, hogy szabadságolások ideje, gyermekek nem járnak iskolába, és talán, ami nagyon fontos, több időt lehetnek együtt. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a szabadság alatt jól érezzük magunkat, nem az a fontos, hogy milyen messzire utazunk, hanem hogy tudunk együtt lenni, hogy tudjuk jól érezni magunkat. Hogy tudjunk együtt örülni, játszani, stb. Az is igaz, hogy pihenni csak otthon lehet, a saját kis kuckonkba, tehát ezért jó, hogyha hagyunk egy kis időt arra is, hogy utazásaink után kipihenjük magunkat. Igen, a városi ember szabad levegőre, tiszta levegőre vágyik, inkább vidékre megy el, és ki a tengerpartra, ki a vízpartra, ki a hegyekbe, az erdőkbe. Ezt jó körülnézni, hiszen a tüdőbetegeknek, ilyen problémásuknak legjobb a hegyi levegő. Akik naponta dohányfüstös bezárt irodákban vannak, mennyire kell örüljenek annak, hogy szabad levegő lehetnek, jó mélyeket lélegezhetnek. Ezért legalább nyáron használjuk ki a szabadságunkat. Mert olyan a tüdőnk a jó levegő nélkül, mint az éhes ember, akitől elvették az ebédjét. Szervezetünknek, egészségünknek nagyon fontos a jó levegő. Az olyan a tüdőnek, mint a testnek a táplálék. Sokan komoly betegségeket szedtek már össze jó levegő vagy tiszta víz hiánya miatt. A tiszta, friss levegő hatására a vér egészségesen áramlik a szervezetünkben. Felüdíti a testet, erőre és egészségre teszi hajlamossá. A gyomor, a mája, tüdő mind-mind szenved a friss levegő hiánya miatt. Nem hiába Jóisten Ádámot és Évát az Édenkertbe tette, mert ő tudta, hogy az emberi szervezetnek mire van szüksége. Nappal-nappali levegőre van szükségünk, éjjel-éjjelire. Tehát bezárt ablakoknál aludni, főleg nyáron, nem igen áldás a szervezetnek. Főleg, ha valaki betegségben szenved, nagyon fontos, hogy biztosítsunk neki olyan helyet, ahol tiszta, egészséges levegőt tud beszívni. Azt tanultam, hogy biztassuk a betegeket, tanuljanak meg helyesen jól lélegezni. A igazi mély légzés, amely teljesen átjárja a szervezetet, nagyon fontos a mi számunkra. A friss levegőn a torna, a mozgás áldására van egészségünk vagy betegségünknél. Tehát mozogjunk minél többet. Ezáltal is segítve a vér jó keringését. Az egészséges levegő után szervezetünknek a friss, tiszta vízre van nagy szüksége. Szervezetünk 67%-a víz. Minden nap a szervezet veszít a folyadék háztartásából, ezért ezt minden nap biztosítani kell. Testünk 67%-a víz. Az agyunk 70%-a víz. És ha ez nincs biztosítva, egész biztos, hogy hullafáradtak leszünk. Hogyan lehetnénk frissek, éberek? Ha fáradt az agyunk a vízhiány miatt. A vérünk 90%-a víz. Mennyire fontos, elővigyázatosak legyünk. Folyadékfogyasztásunkért azért is,
hogy a vérünk ne sűrűsödjön be. Nem vérhígítókkal, hanem kellő mennyiségű folyadékkal tudjuk a vérünk összetételét biztosítani. Igen, a víz, ha emlékeznek a táplálékod legyen gyógyító című könyvemben, írom, tisztító, kiválasztó, edző. Tehát a víz az, amit belsőleg is nagyon fontos használnunk, elegendőt fogyasztani, és külsőleg különbözőképpen alkalmazni, ha nem vagyunk betegek is, ha betegek vagyunk, még jobban. Szervezetünk folyadék igénye egy átlag embernek napi 2,5 liter folyadék. Tessenek elhinni, a betegség egy belső szenny. És minél kevesebb folyadékot fogyasztunk, annál jobban van ideje lerakodni ennek a belső szennynek. Ha a vesének nem adunk elegendő folyadékot, nagyon hamar ki tud alakulni a vesehomok, a vesekő. Vagy ugyanúgy az epénél az epekő. És mennyivel jobb valamit megelőzni, mint azután gyógyítani. Mivel nyáron van a legtöbb friss zöldség és gyümölcs, én mindenkinek tanácsolnám, hogy legalább egy hetes lébőjt kurát tartson, kevéske fürdőkkel, amit megtalál a táplálékozóan gyógyító című könyvemben, ezáltal tisztítani, edzeni az egész szervezetét. A lébőjt kuránál nagyon jó tisztító alkalmazás, az irigálás is, természetesen megfelelő tejával. Milyen nagy áldás lesz ez a szervezetnek, amikor megszabadul a sok berakodott bélsártól. Örömmel hallgattam nemrégen egy betegemet, aki mondta, hogy soha életében nem volt ilyen erős, mint harmadik nap után a lébőjt kúra alatt, és most is utána. Hiszen 2,5 óránként friss vitaminokat kapott tömény mennyiségben, mert ugye annyi almát, gyümölcsöt, zöldséget, sárgaripát nem tudunk megenni, mint amikor 2,5 decit kiturmixolunk és megiszunk. Tehát gazdagon kapja a vitaminokat, ásványi anyagokat, és emellett a fürdőkkel segíti a vérkeringést, tisztul az egész szervezet. Természetesen, mikor elegendő folyadékot, a 2,5 litert javaslom, akkor semmiféle készen kapható édesített italokra nem gondolok. Tiszta vízre és az általunk turmixolt, kicsavart gyümölcs vagy zöldséglevekre. Sokan panaszkodnak, amennyire ropognak a csontjaik. De hát a csontok, az izmok, az inszalagok között levő szinomális folyadék, amely segíteni a jó mozgást. Miből termelődjön, ha nem kap a szervezetünk elegendő folyadékot? Hiszen izmunk 75%-a víz, a csontnak 50%-a víz. Mennyi fájdalmat elkerülhetnénk, ha odafigyelnénk a kellő mennyiségű folyadék fogyasztásra? És tapasztalom, általában időseknél, de fiatalabbaknak is, hogy meghúzzák a vállukat, és azt mondják, Katalin, hát én nem vagyok szomjas, mikor szomjas leszek, akkor iszok. De hát kérem szépen, az egész életünk a jó és rossz szokások összetétele. És azt így megszoktuk, nem veszük észre, hogy szervezetünk szenved a vízhiánytól. Nagyon sajnálom a betegeket, akik azt mondják sokszor, hogy de Katalin, hát annyi-annyi információ áradat van, az egyik így mondja, a másik úgy mondja, hogy tényleg már nem is tudjuk, hogy melyiket fogadjuk el. És azt szoktam mondani, hogy igaz. De az is igaz, hogyha józan paraszt ésszel átgondolja, és nem arra figyel, hogy melyik kell több vagy kevesebb időt tölteni, hanem a kényelmére gondol, hanem az egészségére, akkor biztos el tudja dönteni, hogy melyik a helyes. A folyadékfogyasztás után legfontosabb a táplálkozás. Hát ez az, amiről nem lehet eleget beszélni. Azért adtam ezt a címet, hogy áldás szervezetünkre a nyár, mert sokkal több
élő, nyers gyümölcsöt, zöldséget tudunk vásárolni, fogyasztani, mint télen. Jó lenne erősíteni a szervezetünket a téli ínségesebb napokra. Olyan szép lenne reggel este együtt a család megterítve az asztal sok finom gyümölcsel. Valami kevés zappehely, rospehely, göles, vagy üres kalács, vagy kis diós kifli mellé, és délben pedig sok nyers zöldség az asztalon, kevesebb saját készítésű ételeink. Azt hiszem, betegeim el tudják mondani mindenkinek, hogy minden beteg papírjára ráírom, hogy csak házilag készített ételt és italt fogyasszon. Sokszor hallották tőlem, vérünk abból képződik, amit elfogyasztunk. És hiszem, hogy ma már az az egészséges, amit az én saját két kis kezemmel készítettem el. Mikor lesz változás a mi életünkben? Ha csak azt fogadjuk el értelmünkkel, ami igazán megállja a helyét. Ha az értelem csak tiszta dolgokat engedne, a lelkiismeret ezt átveszi, akkor a gyakorlati élet változni fog. És ha a jó tanácsot megint csak mellőzi, talán kényelemből, akkor a lelkiismeret megszólal. Használjuk ki a nyár előnyeit, a több friss gyümölcsöt, zöldséget. Használjuk ki fizikailag, lelkileg egyaránt. Tudom, hogy egyik legnagyobb gond, hogy tanácsolom, hogy az állati termékektől mentesen táplálkozzanak. Volt betegem, aki mondta, hát az nagyon nehéz dolog. Mert a könnyű táplálékokkal nem lesz olyan terhelt a gyomor, és ez a nehéz terhelt gyomor hiányzik az embereknek. Mondjuk én ezen csodálkozom, mert ha józanul átgondolja, akkor ő maga is tudja, hogy ez nem egészség. Többször láthatták, és most is bemutatom a képeken, hogy a húsevő ember erőnléte 60 perc. A vegyes táplálkozói 120 perc, a vegetáriánusé 180. Hát akkora tévedés, hogy a húsban erő van, nagyon nagy. Nagyon szomorúan hallom, mikor a betegeim mondják, hogy 2-3 napban egyszer mennek vécére. Az összes hústermékekben, állati termékekben nincs rost. Ahhoz, hogy rendesen meglegyen az anyagcserénk, tehát én úgy tanítom, hogy háromszor étkezünk, és háromszor legyen is székletünk, ahhoz elegendő, rostos, egészséges ételt kell fogyasztanunk. A kifinomított péksüteményekben, a húsokban, tejtermékekben nincs rost. És a bentreket, méreganyagot, a nyirok, erek, amelyek benne vannak a bélbolyokban, viszik vissza a szervezetünkbe. Csodálkozunk, hogy betegek vagyunk. Amint mondtam, mindenkinek ezt tanácsolom, maximum naponta háromszor étkezni, hagyjunk az étkezési, a emésztési idő után pihenési időt is a gyomornak. De 50% nyers gyümölcs legyen reggel és este, és 50% nyers zöldség délben. A rost anyagok, úgy mondhatjuk, seprőként dolgoznak a mi szervezetünkben. Megkötik a toxinokat, és együtt távoznak is velük. Azokat nevezzük rost anyagoknak, az élelmiszereknek azon részeit, amelyet a szervezet nem tud értékesíteni. De ezek elősegítik a emésztést is. Vízben oldandó és vízben nem oldható rost anyagok vannak, de higgyék el, hogy minden nyers gyümölcs és zöldségben, teljes őrlésű gabonákban van elegendő rost. A rostok felvételével a táplálék tovább marad a gyomorban. Több ideig jól lakottnak érzi magát az ember. De és mennyire fontos is ez? Én most mióta ennyit még jobban utána nézek a dolgoknak, jövök rá, hogy miért mondják, tanítják sokan, hogy sokszor egyék keveset? Mert olyan üres, tartalmatlan ételeket esznek, amitől nagyon éhesek hamar.
megint terhelik a gyomrot az üres dologban, és megint. Ez nagyon nagy baj. Úgy van írva, hogy ha kevés cellulózt, gyümölcsöt, zöldséget, stb. Tartalmaz a mi táplálékunk, többi ideig marad a gyomorban. És nagy erőkifejtés szükséges ahhoz a beleknek, kényszerítve annak eltávolását. Ez mind elősegíti a divertikulumot, az aranyeret, vagy akármilyen bélproblémát. Melyek azok a rostban gazdag élelmi anyagok, amelyeket fogyasztanunk kellene? Hántóatlan gabonaneműek, zöldségvélék, gyümölcsök, saláták, olaj és magvak. Tehát semmi állati termék nem tartalmaz rost anyagot. Szeretném, ha ezt jól megjegyeznék a szabadság ideje alatt is, hogy minden étkezés körül hagyják meg azt a 4 óra szünetet. Mire szeretném még lelkileg felhívni a kedves szülők figyelmét? Együtt enni a családdal, legalább szabadság ideje alatt. Mondjuk reggel a gyerekek elfekszenek, de az ebéd meg a vacsora legyen közös. És az ebéd és a vacsora alatt lehet beszélgetés. Elmondhatják, olyan tavaszi régi iskolai dolgaikat is, több idő együtt. Ez a legszebb dolog a világon. Nagyon fontos egészségünk megőrzésére és nyári áldás a napfény is. Nagyon egészséges a napfény, fokozatosan kell napozni, először a karokat, lábakat, majd tovább a testet. De főleg amilyen melegek vannak most, és máskor is, délelőtt 10 órától délután 3-4 óráig ne feküdjünk ki a napra. Vigyázzunk magunkra, a gyermekeinkre, de használjuk ki mégis a napfényt. Nagyon tetszik nekem, dr. Kíme írja, csökkenti a vércukorszintet, csökkenti a vérnyomást, gyógyítja a tüdőbetegséget. Emlékszem, édesanyám kirakta a reumás lábait, és feje árnyékban volt, gyógyította vele a reumás lábait. A szív minden egyes ütésénél jóval több vért szorít ki magából, mint nap nélkül. Így a vér sokkal több oxigént tud majd szállítani. Vegyük figyelembe dr. Kíme szavát, hogyha sok fehérjét fogyasztasz, ki se feküdj a napra. Tehát a táplálkozásunk, a napfény, meg a bőrrák, az szorosan együtt van. A vér abból valamit eszünk. Tehát igyekezünk könnyű ételeket enni. Nagyon egészséges a sok mozgás, a torna, a kerékpározás, az úszás, attól függ, hogy hol töltsük el a nyarat. Ami nagyon fontos, a nyár ideje alatt, az együttlét ideje alatt legyen idő a szeretet kifejezésére is. Adjanak alkalmat gyermekeiknek, hogy jól beszélhessék ki magukat. Én úgy érzem, hogy nem az a lényeg, hogy mi hova utazunk, amit tudunk esetleg másoknak mondani, hogy hol jártunk, hanem hogy szeretetben legyünk együtt. Legyen idő együtt megbeszélgetni, együtt tervezni, együtt játszani, olvasni, vagy a Jóistennek hálát is adni. Mennyire fontos lenne a lelki életet is ápolni az együttlét ideje alatt. Tessék mondani, sok boldog gyermeket lehet ma látni. Én nekem úgy fáj, mikor beteg gyerekek mondják, mert van, amikor elnézést, de kiküldöm a szülőt, hogy a gyerek mondhassa el, amit szeretne az irodából, és elmondja, anyuka nem hallgatja meg, nincs apukának ideje rá, ez van, az van, amaz van, de nem a szeretet. Mindig legyen idő meghallgatni a gyereket. Soha nem mondjuk neki, majd. Mert ami most fáj a lelke, azt most szeretné kijönteni. Szomorúan látom, hogy felnőtt emberek is családban élnek és bezárkózottak. Hiába van házastársa, gyereke, szülője, mégsem beszélik ki magukat, pedig a bentreket lelki méreganyag pont olyan káros, ami méreganyaggá fog változni, ugyanolyan káros, mint a fizikai méreganyag.
Örömmel látogassuk meg rokonainkat, szüleinket. Menjünk kirándulni, ha úgy van alkalom. Ezt ne olyan dolog folyásolja be, hogy én tudjam mondani, hogy hol jártam, hanem azt tudjam mondani, hogy jól éreztem magam. Kellemesen töltöttem el a családommal az időt. Igen, nagyon szép az a mondás, aki mást felüdít, maga is üdül. De avval is tudunk felüdíteni, hogyha elmenjünk időseket meglátogatni, és segítünk nekik valamit, amit ők nem tudnak. Nincs erejük már hozzá megtenni. Azt mondja az üzenet az ifjúságban Ellen Goldwight, hogy mi a valódi boldogság? Jónak lenni és jót tenni. A legtisztább és legszentebb örömet azok élvezik, akik hűségesen tesznek eleget minden reájuk bízott kötelességnek. Én szomorúan tapasztalom az anyák elkeseredését. Kérem, kicsi gyermekkortól hozzá kéne szoktatni a gyermeket, hogy van feladat, van munka, az ő korához viszonyítva. Beteg az anyuka, és mégis nem segítenek a gyermekek. Elfoglaltságot mindig lehet találni. Beléjük kéne nevelni már kicsi kortól kezdve, hogy csak a dolgozó férfi lát az életben nagyszerűt és jót. És csak az, aki kész annak terhét hittel és szeretettel felvenni. A legkisebb gyerektől a legnagyobbig tanítsuk őket rendre, rendszeretetre. Nem az anyukának kell elpakolni utána, nem az anyukának kell végezni mindent. A kicsi kortól kezdve adjunk nekik feladatot, munkát, de ne felejtsük el megdicsérni se őket. Éreztessük velük, hogy örülünk, hogy megcsinálták, hogy tették, hogy legközelebb is jobban legyen kedve. A lányokat, a fiúkat is lehet a konyhai belső háztartásba is bevezetni, munkára nevelni. A fiúkat is, kint is, hogy örüljön annak, amit ő tett, hogy az szép és az tiszta, az rendben van. Ha valamit tesztek, lélekből cselekedjétek. Higgyék el, hogy a ház kiseprésén is látszik az, hogy szívvel, lélekkel végezted, vagy csak összecsaptad. És ezt gyermekkortól kell megtanulni, pontosan, rendesen elvégezni a munkánkat. A Jóisten, amikor minden napon, amikor teremtett, azt mondta, hogy imé minden igen jó. És én is úgy szeretek este visszanézni a munkámra, hogy az jól van megcsinálva. De nem a gyermekek az oka, ha ezzel nincsenek megtanítva, nincsenek beszorítva. A szülőnek kell talpára állni, és neki áldás lesz, ha később arra gondol, hogy milyen jó, hogy erre megtanítottak. És a szülőnek is könnyebb lesz, és öröm lesz, hogy a gyermeke helytáll az ő munkájában. Vagy férhez adtam a lányomat, és milyen tiszta és rendes, mert ezt tanulta meg otthon. Kérem, használjuk ki a nyarat testi, lelki felüdülésre, együttes örömre, szeretetre, megbékélésre. Természetesen a szabadság ideje alatt pihenni is kellene. Tehát úgy osszuk be időnket, ne felejtsük el akkor se, hogy az éjfél előtti alvást nem lehet pótolni. Tehát legyen a rendszer mi életünkben, hogy ezt szokják meg gyermekeink is, és így tudjuk elősegíteni egészségünket és az övékét is. Pihenés, testgyakorlás, együttes lelki-testi felüdülés, használjuk ki ezt a nyáron. Töltődjünk fel lelkileg, fizikailag a téli hűvösebb napokra. Kérem, gondolkodjanak el rajta, és szívből kívánok boldog nyaralást, szabadságot, kikapcsolódást Szent Isten dicsőítésére. Köszönöm, hogy velem voltak.